A következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Szexhárváros napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016 március 31 önkormányzati rendelete második fejezet 15. pontja alapján a Mésző Miklós emléknapot előkészítő szakmai csoport javaslatára Mésző Miklós emlékplakettet adományoz Dicső Zsolt részére. Gratulálunk! Kukovics János, Szexhár megyei Gyuláros alpolgármestere. Meglepődtél, hogy te lettél a Mésző emlékplakettes? Meg. Én abszolút nem számítottam erre egészre. Volt rajtam kívül számos jelöltem. Én magamra nem gondoltam. Úgyhogy meglepődtem, igen, mikor hozták a híreket, hogy akkor engem javasolnak. A barátaid eltitkolták előled, vagy egy idő után muszáj volt megmondani? Ez most speciális helyzet volt, most muszáj volt, hogy megmondják, mert részese voltam a mészői tímnek, aki teszi a javaslatot. Úgyhogy tudtam. Egyébként előbb tudtam meg, mint úgy általában, mert nagy titkolózás van, tehát pár nappal előtte szoktuk megmondani, hogy mégiscsak legyen ott a díjazott. De én most egy kicsit előbb tudtam meg. Igen. Ellen által? Igen, voltak javaslataim, hogy inkább kikapja, meg szerintem jobban meg is, vagy megérdemli, de hát aztán győzött az erőszak, és rájöttem, hogy hát lehet, hogy tényleg megérdemlem. Annyian mondták. Ha most komolyan végig gondolod, tényleg megérdemled? Meg, elnézve a eddigi díjazottakat, igen, hasonló sokat dolgoztam én is az ügy érdekében. De ez olyan kicsit szerénytelen, de hát azért igen. Itt ülünk a mészőszobában. Ez a hely mit okoz benned? Jó érzésre tölt el, főleg, hogy egy írógép van az asztalon, és mindig szoktam mondani, hogy én még az Erika táska írógép nemzedéke vagyok, és hát a mester vesz körül, tehát mészői. Közelébe lenni mindig öröm, boldogság. Inspiráló. Azt mondják a kortárs írók, hogy valamiféle ilyen vezérfonal mészői az ő számukra. Ez benned is benned van, vagy ez egy másik fajta műfaj, amit te művelsz? Másik fajta. Én mészői egy darabig nem voltam jóban. Nagyon fiatalon olvastam az Atléta halálát. Akkor még éppen lázadtam minden ellen, és nekem nagyon szigorú volt, szikár, kiszámított, eltervezett. Én akkor nem tudom, szállni akartam még. És hát nagyon sok évvel később olvastam újra, és hát akkor jön rá az ember, hogy mekkora nagyság is. Úgyhogy hát ilyen kettősség van bennem, mindig, mikor itt vagyok, bennem van még az ifjúnti lázadás, és ugyanakkor az a fajta nagyszerű írás, amit művelt Mésző. Meg kell ráérni? Meg, szerintem meg, bár a mai fiatalok korábban érnek, szokták volt mondani, szerintem összefoglalva embere válogatja. Van, aki már az elején beleszeret, és úgy nő föl, van, aki később. Én Mészője egy ilyen később érő típus vagyok, és ráadásul bevallom őszintén, hogy nem olvastam még a teljes életművet. Van otthon 20 kötet róla, meg amiket ő írt, de hát ez nem a teljes életmű. Úgyhogy még vannak hiányosságai mezügyben. Mikor dőlt el a te életedben, hogy az irodalom meg te jó barátok lesztek?
Hát, Isten igazából talán gimnázium, bár Gyurcsák Éva néni hatodikos koromból már őriz egy szerelmes verset, és már az is magán viselte a későbbi jegyeket, az abszurdot, hiszen valahogy úgy szólt, hogy szívem gyöngye, te hű de szeretlek, úgy imádlak téged, hogy az na. Hát már akkor is a szerelem és az abszurd volt. És aztán Isten igazából gimiben, mikor egy osztálytársnőm tudtomon kívül elküldte a jelentkezésemet a diákírók, diákköltők találkozójára, és Uramfia Lászcsodát meghívtak. Ugye ezt tudni kell, hogy az ország összes középiskolájából műfajonként azt hiszem 6 vagy 8 embert hívtak meg. Én akkor persze nem fogtam ezt föl, mert ilyen mélységben nem érdekelt a dolog, csak írtam, ami éppen tetszett, vagy amit akartam. És mikor visszajöttem, akkor Csányi Laci bácsi a Népújságnál megjelentetett egy jó pár versemet, és akkor gondoltam, hogy hú, a francba, hát ez akkor tényleg költészet, nem csak verseket írunk, és ezt komolyan kell venni. Ő mondta, hogy azért a szakmának vannak alapjai, vannak tanulható részei, fiam, ezt most gyakoroljuk, és akkor hetente fel kellett hozzájárni, és akkor utána kezdtem én is úgy tanulgatni ezt az egészet, hogy mi ahogy van. Te, mint szabad szellem, kínlódtál a kötelező penzumok alatt? A 50%-ban érdekelt is, tehát mondta, hogy néz ki az ablakon, fiam, mit látsz? Mondtam, hogy csókolóznak a fiatalok. Mondta, hogy tercina. Mit látsz? Néz ki még egyszer. Mondom, galamb. Hexameter. Tehát érdekes volt felfedezni ezeket, ugye tanultuk, de hát az Isten igazából csak a következő óráig volt meg az emberben, mert ki gondolta, hogy még használjuk valamikor, vagy használom valamikor. És érdekes volt ezeket a szabad gondolatokat, vagy ezt a szabad verselést keretek közé szorítani, és mondta, hogy nem azért kell ezt gyakorolni, mert ilyet fogsz írni, de tudd, hasznos, hogy ismered a versformákat, és képes vagy megcsinálni, írni egy ilyen verset is. Persze aztán később használja az ember, akkor még nem gondoltam, mondtam, tényleg jó, megcsináltam. Tehát a kényszer része az annyira nem tetszett. Viszont, hogy meg tudom csinálni, az meg felhőtlen öröm volt. Az, hogy valamilyen módon kiad magadból azt, ami benned van, ez mindig is vonzott? Vagy ilyen kis elbújós kis gyerek voltál? Mindig sokat beszéltem, meg mindig szerettem ott lenni, mindenben részt vettem, sportoltam, színjátszottam, zenekarunk volt, tehát mindenhol. De alapjában véve azért olyan nagyon a nyilvánosság elé állni nem szerettem én, ezt úgy társaságban, ez úgy jó volt. De hát például a zenekarnál is mondtam, hogy én csak a szövegíró akarok lenni. És akkor gondoltam, megyek a turnébusszal, és akkor majd időnként elmondom a csajoknak, hogy a szöveget én írtam, és akkor hát ha én is becsajozhatok, nem csak az énekes. Tehát alapjában véve ez a fajta dolog nem vonzott a kiállás. Persze hozza magával, akkor már komolyabban csinálod, bekerülsz az irodalmi vérkeringésbe, akkor felolvasóestek vannak, kötetbemutatók vannak. A zenekarral ugye koncertezni kellett, színjátszottunk, akkor színpadra kellett állni. Tehát hozta ez magával, de alapjában véve ma se futok ezek elé. De megcsinálom, persze. Hogy jött a zenekar? Hát a Tarcsai lakótelepen éppen fejeltem a nagyokkal, mikor oda rohant a Zsoldos Ákos és a Komjáti Tamás, hogy akkor zenekart csinálunk, és írjál szöveget. És hát fejelés közben mondtam, hogy oké, írok. Mondták, de most. És akkor az lett az első dalszöveg, hogy ülök ideben, én az idegen, a hidegen, élet vagy halál, lekvár vagy kanál. Mondták, hogy ők komolyabb zenekarra gondoltak, elráncigáltak, és akkor elkezdtünk dalokat írni, és egyszer csak azt mondták, hogy te leszel a dobos. És mondtam, hogy én nem tudok zenélni. És akkor mondták, hogy de apukád dobos. És mondtam a Tamásnak, hogy Tamás, anyukád főkönyvelő, mégse főkönyvelsz, de megtanulod. És hát valamit tanultam,
így magamtól, és hát én lettem a dobos, de Isten igazából gegmen-szerű is voltam, mert akkor még nem tudtuk, hogy mi akcióztunk mindig koncert közben, tehát nem egy statikus zenekar voltunk, hogy lejátszottunk, az énekes jött-ment, hanem az egész zenekar mozgott, mindig kitaláltunk valamit. Attól kezdve, hogy szórtuk a népközi a betűtésztát, egész odáig, hogy lábosokon doboltam, meg nem tudom, mindig történt valami. Tehát mi akkor performance csináltuk, csak nem tudtuk. A mosolygó kaptafa története az így visszatekintve a te életedben mennyire volt meghatározó? Nagyon, nagyon, nagyon jó volt. Nem tartott sokáig, 75-ben alakultunk, 76-ban voltunk a csúcson, ott az Amatőr Pop Jazz Fesztiválon a Lárék mögött voltunk másodikak. Akkor nagyon jó év volt, ott volt a Pantarej, kisrákfogó, Color, tehát ilyenek voltak a más kategóriákban. És ott vittek magunkkal, hogy akkor koncertezünk, meg jártuk az országot. Csak hát mondták, hogy föl kéne menni Pestre, mert vidéken ez itt nem lesz jó. De hát mi mondtuk, hogy ami jó Szekszárdon, az mindenhol jó. Hát persze nem lett jó, aztán egy pár évre vittek minket katonának. Egy napon, egy helyről az ország különböző részére, és hát ez úgy megtörte a dolgot. Volt egy pillanat az életetekben, amikor azt úgy végig gondoltátok, hogy lehet, hogy mégiscsak el kéne menni rendesen mazsaválni? Volt erről beszélgetés a zenekarnak, én mondtam, hogy annyiszor, meg annyian mondják, hogy föl kell menni Pestre, mondom, menjetek föl, dobos találtok, ráadásul olyat, aki tud is dobolni, én pedig Szekszárdról is tudok szöveget írni. És akkor szavazott a zenekar, és azt mondták, vagy azt mondtuk, hogy akkor maradunk. Úgyhogy egyetlen egy a Zsoldos Ákos barátunk lett profi zenész, ő fölment Pestre, aztán később, mikor már katonaság, meg nem tudom, minden megvolt, és akkor szélettünk szét, és ő fölment Pestre, és ő profi zenész lett. Ő volt az egyetlen. Hát a Tamás is zenél, Komjáti Tamás is zenél azóta is, ugye Komjátiaktól kezdve gitárkvártett. Mi is csinálunk közösen dolgokat. Szeretem, hogyha nem csak fölolvasok, meg ott vagyok, hanem hát ez megmaradt, valami történjen. És akkor Tamás szokott eljönni, kicsit zenélni, megzenésített dicsőket, meg hát mindent, ami tetszik nekünk, azt közben játsza. Hogy akkor nem csak a felolvasást kapja, egy kicsit kizökkenti a sok dicsőből a hallgatókat az egész. Nem bánod? Hát ha tudtam volna zenélni, akkor bánnám biztos. Hát szegény fiam issza ennek a levét, mert mondtam, hogy nálunk minden választható, azt csinálja, amit szeretnél, de zeneiskolába kötelező járni. Édesapám hivatásos zenész volt, Szegedi Operában volt timpan is, aztán vendéglátó zenész volt, és valahogy minket mégse tanított a húgommal, vagy tanítatott zenélni. Tehát, hogyha tudtam volna zenélni, akkor biztos, szerintem akkor nem is hagytuk, vagy nem is hagytam volna abba, szerintem nem hagytuk volna abba. Nyilván valami más formációban csináltuk volna tovább. Úgyhogy ez meghatározó élmény volt, meghatározó évek. Annyira, hogy a mai költészetedre is van kihatása? Vagy ott az egy szakasz határ volt, amikor? Hát folytatódott az, mert hát ugye azért a Tamással csináltuk, megtalálnak zenekarok, és oda a szövegírás megmaradt. A részvétel, tehát a színpad, az nincs, de ilyen szempontból azért még mindig benne vagyok egy kicsit a zenében, hogy dalszövegeket írni, az is egy jó, nagyon, nagyon érdekes, tanulságos történet. Mikor döbbentél rá, hogy a magyar irodalmi elit is számon tart? Hát, ezzel még ma is vannak kétségeim. Drága feleségem szokta mondani, hogy
De hát oda jön hozzád, megismer, neked eljön, meghívnak, akkor részese vagy. Ez úgy soha nem foglalkoztatott, csinálja az ember a dolgát, aztán hát persze ennyi idő után annyi mindent csináltál, annyi mindent elértél, óhatatlanul részese leszel, csak én nem gondoltam, hogy valaha is részese leszek, mert ahhoz azért nem csináltam annyira komolyan ezt az egészet, sok mindent csináltam mellette. Tehát ez tényleg egy embert követelt volna, hogy akkor alkotsz, utána jársz a dolgaidnak, mész mindenhova, jelen vagy. Hát én ez a jelen vagy rész, ez nekem, meg ez a tülekedés, ez tőlem annyira távol áll, hogy ebben nem vettem részt. És hát idő kellett nyilván ezért, hogy később ennek legyen ez a hozadéka, hogy ma már igen, az irodalmi élet jelesei és nem jelesei számon tartanak. Lehet, hogy a siker egyik kulcsa az, hogy nem tülekedtél, nem nyomultál, hanem egyszerűen élvezetből csináltad azt, amit csináltál? Biztos, hogy ennek nagy része van ebbe, mert ettől én maradtam. Tehát nem volt kényszer, hogy akkor most írj, ebből élj, megfelelj. Azt csináltam, olyanokat írtam, és olyan stílusban, ami éppen nekem tetszett, vagy a jól esett. Ez biztos, hogy meghatározó része, mert hát azért látjuk, hogy vannak elvárások. Akár ilyen, akár olyan, de vannak. És ahhoz, hogy annak megfelelj, nyilván megváltoztat. Rám nem hatottak ilyen kényszerek, és nem hatnak a mai napig sem. És most már nem is fognak erre a maradék 40-50 évemre már. Mennyire vagy szigorú a saját gyerekeddel irodalom ügyben? Egyáltalán nem, tehát nem akarok ráhatni, nem is hatok rá. Annyi volt összesen, hogy még ilyen talán másodikos volt, akkor egy párszor elvittem magammal kötetbemutatóra, vagy meghívtak felolvasni, hogy olvasson föl ő is, de tettem ezt csupán azért, hogy szerezzen egyfajta rutint. Volt egy csomó osztálytársam, ember az életemben, akin láttam, hogy szenved, ha meg kell szólalni. És gondoltam én, hogy akkor szerez egyfajta rutint, bátorságot, hogy mások előtt megszólal, és akkor én itt ezzel lezártam. Aztán, hogy ennek az lett a hozadéka, hogy versmondó lett, és nem tudom, országos versmondó versenyeket nyert, ez már csak a hozadéka, ez volt az egyetlen. Aztán én nem szólok bele, hogy mit olvas, mit ne olvas. Persze az ember oda csúsztatja az asztalra azt a könyvet, és úgy mesél dolgokról. Hát ha... De nem szólsz bele. Hát indirekt módon biztos, de direkt módon nem. Direkt módon soha nem szóltam bele. Meg szólok szerintem most már. Azért nem adhatok neked a sütiből, mert én már megkóstoltam, és finom. Kakas, kutya, elefánt. Azt már ki tudom mondani, hogy tuta, meg tatas, de azt még nem, hogy elefánt. Kukorelli Bandi barátommal szoktunk erről beszélgetni, főleg két fröccs után már kicsit hangosabban is, hogy Isten igazából talán meg kéne változtatni az irodalom tanítást, hogy irodalom történetet tanítanak. Látom rajta, hogy szenved a régies nyelvvel, Antigonéval. Tehát nagy valószínűséggel úgy lehetne több olvasót szerezni és irodalombarátot, hogy kortárs irodalmat kellene tanítani, és onnan visszamutatni a régi dolgokra, hogy ennek ez az alapja, vagy ez lehetett, ez az író ezt szerette, és bemutatni ugyanúgy megkapná, de akkor a kortársat, az ő nyelvét, az ő helyzetét, a mostani írókat olvasva tanultatni meg a régit. Nem a régivel kezdeni, hát... Őszintén nagyon nehéz lehet. Azt úgy. Az a kötelező anyag marad világ életével. Én azt gondolom, hogy a mostani kor, az a korosztály, akik ti voltatok, amikor faltátok az irodalmat, az a korosztály most messze került az irodalomtól. Igen, hát nyilván ez... Tehát talán a szülők sem olvasnak annyit. Hát én emlékszem, amikor gyerek voltam, akkor anyám még úgy zavartak lejátszani, hogy ne csak olvas, hanem menjél focizni. Olvasnak ők is másféleképpen mást.
ugye, mert hogy nyomkodják, kapcsolatba lépnek, ott is olvasnak, csak nem feltétlenül irodalom, magas irodalom, másféle olvasás. Tehát olvasnak az emberek nyilván, csak hát jó lenne, hogyha ez irodalom is lenne, és hogy miért, meg kéne szeretnetni valahogy. Például nem ártana, hogyha több író-olvasó találkozó lenne, rendhagyó irodalomórák, hogy én csináltam már azt, hogy kivittem az osztályt a folyosóra, és akkor kint voltak nagyjaink képei, és akkor mondtam, hogy szerintetek mi a különbség köztük és köztem? És akkor néztek, hát mondom, alapvető, hogy én még élek. Velem még tudsz beszélgetni, nekem tudsz kérdést föltenni. Hogy biztos, hogy meghatározó élmény lehetne egy-egy költővel, íróval személyesen találkozni, beszélgetni vele. Van egy csomó költőíró, aki nagyon jó stílusban tud beszélni. Vannak persze kicsit unalmasabbak, vagy attól még nagyon jókat mond, mint hogy tanárok között is van, aki szeretnek, nem szeretnek. Tanárok között is azok tarolnak, akik jó stílusban, érdekesen, érdekes dolgokat bevíve, a mai eszközöket is használva adnak elő, vagy adják le az anyagot. Ugyanígy biztos, hogy meghatározó lenne a gyerekek életében, hogyha lenne egy-egy ilyen találkozó. Úgyhogy szerintem ezeket szaporázni kéne, és iskolákban is kéne ezt csinálni, nem csak könyvtárban, műfázban, nem tudom én ilyen helyeken, hanem közel vinni hozzájuk, oda vinni az élő kortársi irodalmat. Az biztos, hogy jó lenne. Mennyire nehéz dolog vidéki költőnek lenni? Hát ez ugyanaz van, mint a zenekarnál mindig mondják, hogy Pest. Mert ugye ez Pestország, hogy Pesten vannak a kiadók, ott vannak azok a helyek, amiket úgy számon tartanak, ahova azt mondják, hogy rang ott előadni, vagy bemutatni a kötetedet. De ez valahogy soha nem foglalkoztatott. Engem előbb-utóbb utolértek ezek a lehetőségek, de biztos nehezebb, biztos nehezebb. De azért most is, mint régen, vannak centrumok, tehát van Szeged például, Győr, Pécs, ahol nagyobb irodalmi műhelyek működnek, lapok köré szerveződnek ezek a műhelyek, pezsgőbb az élet, de ez csak úgy pezsgőbb, hogy több lehetőség van. Mert mindenki, aki jön Szekszárdra, mindenki mondja, hogy ilyen irodalmi művészeti élet országban nincs, vagy kevés van. Itt is van, kisebb hely, kisebb is a vízhangja. Tehát ma már nehezebben mozdulnak ki a médiák, hogy tudósítsanak, eljöjjenek. Utólag pedig, ha tudósít, akkor már lemaradtál az eseményről. Beharangozóra meg nehezen jönnek, vagy magára az eseményre. Tehát nehezebb innen tudósítani az országot, a világot, meg gondolkodjunk nagyban, hogy itt milyen jó, csodás dolgok történnek. Dicső Zsolt, Bak volt. A 64 éve Szekszárdon élőnek Szekszárd, az Szekszárd. Nem különleges, nem más. Neki Szekszárd élettér, jelen, múlt, jövő. Persze pár pohár bor után büszkén vallja, nincs is szebb és jobb hely az országban, még pár pohár, a világban, mint Szekszárd. És a szekszárdi bornak párja nincs, mert Vesztergombi, Vida, Takler, Mészáros, Helyman. Erősködhet itt a többi borvidék, és eszébe jut, hogy van neki Garaija, Babicsa, Mészője, Bakája, Csengő. Ha már Mészői, és inspiráció, hogy Mészőinek nagyon sok művében jelenik meg Szekszárd valamilyen módon. A te alkotásaidban valamilyen módon megjelenik? Direkt módon kevésszer, de hát ezek mind, szóval hiába mondja bárki, saját magát írja és költi. Tehát az inspiráció, az ötletek, a helyzetek, az mind veled történtek. Az elképzelt, hogy a regényekben is nyilván benne van a szerző. Tehát az én költészetem az persze Szekszárd inspirálja. Azok a helyzetek, emberek adják az ötletet a vershez,
vagy hát ötlet, ihlet, hogy megfelelő szót használjuk, szexárd. Én persze azt nem szeretem, hogyha azt mondják, hogy szexárdi költő vagy. Szexárdon született költő vagyok, ez igaz, de nem csak szexárdi, mert a költészet azért. Ha azt is írom, hogy Babics utca, attól még ez így van. Ez még nem csak szexárd. De én szexárdi, persze, szexárdi költőnek tartom magam, hogy itt élek, itt alkotok, és szexárd inspirál nagy rész, persze. Mi inspirál még? Mindig más, tehát ezt úgy nem lehet megmondani, hogy például hát ami nagy inspiráció volt, ugye Boton megszületése, valamikor még gimivel határoztam, hogy ha nekem gyerekem lesz, akkor írok egy jó gyerekkönyvet, mert ami most van, az egy nagy... Hát aztán a lányom, amikor született, akkor minden mással el voltam foglalva, akkor nem, és hát mikor Botond, aki a művekbe dönci, megszületett, akkor írtam egy pár verset, és akkor éppen valamelyik kötetem jelent volna meg, könyvhétre, ez valamikor tavasszal volt. Elküldtem ezeket a verseket a szerkesztőmnek, hogy nézze meg, hogy tényleg annyira zseniálisak-e, mint én hiszem. Elolvasta, két nap múlva írt vissza, hogy nagyon jó a kötet, amit szerkesztek, ez várhat egy évet, viszont ebből írjam, ez nagyon jó. Tehát akkor úgy átállt az ember agya arra, meg hát kicsi volt, történtek dolgok. És hát olyannyira sikerült, hogy nagyon sokan a mai napig azt hiszik, hogy ez gyerekszáj, hogy a Döncinek a dolgait írtam le, de nem, egyetlen egy vers kivételével, ezt mind én találtam ki, én írtam. Akkor persze az volt az inspiráció. Vannak helyzetek, amikor a helyzet inspirál. Aztán csak van, hogy eszedbe jut valami, és akkor abból lesz egy vers. Van, hogy valami nagyon hiányzik. Szoktam mondani, hogy a költészet, meg egyáltalán a művészet hiánybetegség. Tehát olyankor alkotnak igazán jót és nagyot, mikor valami hiányzik. Hogy ez szerelem, kisfröccs, lakás, cipő, ezt nem tudjuk, ez mindenkinél változik, de mikor olyan teljes boldogságban élsz, akkor nehezebb alkotni, szerintem. Én legalábbis ezt tapasztaltam. Biztos van olyan, akinek tök mindegy, hogy milyen helyzetben van és alkot, de nekem mindig, mikor valami hiányzott. Hát eleinte ugye az a fajta szabadság, amit én szerettem volna, az hiányzott. Aztán utána, mikor nem tudom, mondjuk kirúgtak valahonnan, akkor... Ez ugye előfordult vele sűrűn? Hát nem sűrű, de azért előfordult néhányszor. Valljuk őszintén, akkor például nem tudom én, akkor szerintem hülye volt mindenki, hogy egy ilyen géniuszt kirúgnak, de nem tudom, mindig más. Szoktam mondani, hogy erre a mikor jól érzed magad, meg nem érzed jól magad, hogy akkor mihez is hasonlítsuk. A pixalámihoz szoktam mindig, hogy a pixalámiról verset írni hülyeség. Az 200 éve mindig ugyanúgy néz ki, ugyanolyan recept alapján készül. Arról viszont, hogy annak a szemét szomszédnak miért jár minden hónap, vagy miért van minden hónapban két rúd, én meg nem tudok venni, akkor arról lehet, mert az kihoz valamit. Tehát itt is egy fajta hiány, csak úgy leegyszerűsítve persze nagyon. Szoktam mondani, hogy arról lehet. Van olyan gondolat most a fejedben, amiről hamarosan vers készül? Van. Címe már megvan, de még nincs kész. Az a címe, ez egy hosszabbnak induló, aztán majd meglátjuk, mert olyan vagyok, hogy megírom az általában másfél oldal, aztán abból szokott maradni ez a lekkora, amiket szoktam írni. Most még ilyen hosszúnak tűnik, és az a címe, hogy remélem jól vagyok. Most ezt foglalkoztat, hogy most jól vagyok, vagy nem vagyok. Tudom, hogy jól vagyok, de hát, ha nem vagyok. Tehát ez egy olyan örök kérdés, hogy ez a jól vagyokság, ez meddig tart. Mert most nagyon jól érzem magam, most éppen egy jó pár éve nekem jó. Úgy érzem, hogy megvan mindenem. Már amit az ember várhat, most nem házra, meg autóra, mert az éppen autó éppen nincs, de hogy család, gyerek, barátok, kötetek, nem, ismerettség,
amiről beszéltünk, hogy az irodalmi élet, szerelem, mi kellhet, mi kutya, minden megvan. Úgyhogy most én úgy nagyon jól érzem magam. Aztán, hogy ebből majd milyen mű lesz, azt nem tudom. Próza kötetemet be kéne fejezni, most már 22 éve írkálom, de hát most éppen ráér, mert most jól vagyok.